Több adózással kapcsolatos változás történt 2021. január 1-től. Például csökkentette a kormány az iparűzési adó mértékét, ez Bonyhád esetében 1%-os csökkenést jelent. A kedvezményt az egyéni vállalkozók, őstermelők és kis- és középvállalkozások vehetik igénybe, mondja Lovász Enikő, a bonyhádi adócsoport vezetője. Elsőként szeretném kezdeni azzal a kedvező kormányrendelettel, amely alapján csökken az iparűzési adó. Ez azt jelenti, hogy Bonyhádon az iparűzési adó mértéke 2%-ról 1%-ra csökken. A kedvezményre jogosultak az egyéni vállalkozók, az őstermelők és azok a kis és középvállalkozások, ahol az alkalmazotti létszám 250 fő alatti, illetve árbevételük vagy mérleg főösszegük nem éri el a 4 milliárd forintot. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az érintettek a 638/2020-as kormányrendeletben foglaltak alapján nyilatkozzanak 2021. február 25-éig a székhely, telephely szerinti önkormányzatoknak. A jogosultaknak az önkormányzatok a 2021. márciusi adóelőlegét hivatalból határozathozatal nélkül 50%-kal csökkenti. A 2021. szeptemberi adóelőleg részlet az 1%-os adómértékkel kerül megállapításra. A katás adózóknak nem kell nyilatkozatot beadniuk. Az ő esetükben az önkormányzatok hivatalból a 2021-es kivetések során állapítják meg a kedvezményes adóösszegét. Ez azt jelenti, hogy Bonyhádon 2021-ben a katás vállalkozások 50 ezer forint helyett 25 ezer forint iparűzési adót kell megfizessenek. Ismételten szeretném felhívni a figyelmet, hogy a kedvezményre csak akkor jogosultak, ha beadják a nyilatkozatukat, és ezeket a nyilatkozatukat február 25-éig megteszik. Az autótulajdonosokat érintő változás is történt, ugyanis az év elejétől a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat már nem az önkormányzat látja el. 2021. január 1-től a gépjárművek adóztatásával kapcsolatos feladatokat az önkormányzatok helyett a Nemzeti Adó- és Vámhatóság látja el. Ez azt jelenti, hogy az adózók 2021-ben a gépjárműadó határozatokat, az értesítőket és a gépjárműadó megfizetéséhez szükséges csekkeket a NAV-tól fogják megkapni, és a NAV által meghatározott gépjárműadó beszedési számlára kell a gépjárműadójukat megfizetni. A mozgáskorlátozott mentességet igénylőknek szeretném elmondani, hogy mentességi kérelmüket 2021-től az állami adóhatóság felé kell benyújtsák. Azok, akik ezt a jogosultságot korábban igényelték, és jogosultak voltak rá 2020. december 31-én, részükről nincs semmi teendő, mivel az önkormányzati adóhatóságok a mentességekről adatot szolgáltattak a Nemzeti Adó- és Vámhatóság részére.